Isten igéjét ezen a mai délelőttön az apostolok cselekedetei 18. fejezetéből fogjuk olvasni. A 18. fejezet 24. versétől a rész végéig. Így hangzik tehát az élő Isten szava, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetének 24. versétől. Eközben Efezusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked a te szavadat, a kijelentést, és most különösen köszönjük neked Apollóst, ami testvérünket, aki bár 2000 évvel ezelőtt élt, de mégis példa a számunkra. Kérünk, hogy mindazt, amit az ő életén keresztül mutatni akarsz nekünk, azt bonst ki a számunkra. Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. A mai napon Isten megismeréséről szeretnék beszélni. Mégpedig arról, hogy Isten megismerésének vannak szintjei különböző mélységben és különböző minőségben ismerhetjük az Urat. És azt, hogy milyen mélységben és milyen minőségben ismerjük őt, azt kizárólag az határozza meg, hogy te meg én mennyire szánjuk oda magunkat Isten megismerésére. Más szavakkal élve, soha nem Istenem múlik az, hogy mennyire engedi, hogy megismerjük őt. Isten azt szeretné, hogyha mindenki mélységében, mély fúrásokat végezve az ő igazságaiban, annyira ismerné őt, amennyire csak lehetséges. Többször hallhatátok már tőlem imádságban azt a fordulatot, hogy add meg nekünk, Urunk, hogy annyira ismerjünk téged, amennyire csak egy emberi lény megismerhet téged. Ez szerintem az egyik legfontosabb kérés az életünkben. Hogy az Istent, aki számunkra a minden, a teremtő, a megtartó, az üdvözítő, a király, aki számunkra a minden, aki által egyedül értelmes életet tudunk élni itt, és aki által egyedül örök életet tudunk nyerni ott a láthatatlan világban, a mennyei királyságban, hogy őt úgy ismerjük, amennyire csak egy emberi lény megismerheti őt. Amikor Mózesre gondolok, akkor mindig az jut eszembe, hogy Mózesnek egészen biztos, hogy ez volt az imádsága. A tudom, hogy annyira ismerhesselek, amennyire egy ember csak megismerhet. Amikor Ábrahámra gondolok, ugyanez jut vele kapcsolatban eszembe. Az biztos, hogy ő annyira akarta ismerni Istent, amennyire ez csak a számára lehetséges volt, és mindent megtett ennek érdekében. Apollós, a mai felolvasott igénknek, történetünknek a főszereplője egy ilyen ember volt. Ismerni akarta az Istent, lelkesedett azért, hogy ismerje Istent, és szintet akart lépni újra és újra. És amikor eljutott Isten megismerésének egy szintjéig, akkor nem azt mondta, hogy itt most már jó lesz nekem, innen már úgy is bent vagyok a mennyben, itt már a küszöb alatt becsúsztam, a többi már elmegy valahogy, hanem azt mondta, hogy én még jobban akarom ismerni az élő Istent. És amikor tovább jutott, azt mondta, hogy még jobban akarlak ismerni téged. Erről szól ez a kép itt mögöttünk. Az, hogy Isten országában lehet-e feljebb jutni az ő megismerésébe, ez nem kérdés. Mindannyian ott állunk a lift ajtók előtt. Az, hogy a lift jár, ez soha nem kérdés. Az, hogy feljebb tudsz-e jutni Isten megismerésében, ez soha nem kérdés. Egy lift előtt állva mi az egyetlen kérdés? Úgy van. Megnyomom-e a gombot? Hívom-e a liftet? Megteszem-e azt, ami rajtam múlik? Amúgy minden működik. Hívom-e a liftet? Hívom-e az urat, hogy én feljebb akarok jutni? Na, Apolós egy olyan ember volt, aki nyomta a gombot. Aki hívta a liftet, aki akart följebb jutni, magasabbra jutni Isten megismerésében. Apolós személyében egy rendkívül magasan képzett, nagyon jó képességű, és egyúttal ambiciózus, fiatal tanítványjal van dolgunk. És szándékosan használom ezt az egyébként bibliai összefüggésben nem használatos szót, mint hogy ambiciózus. Mert Apollós megjelenése Efézusban, ez egy kifejezetten ambiciózus megjelenés volt, majd mindjárt szeretném ezt ki is fejteni. De azt is láthatjuk az igéből, hogyha Apollósban nem lett volna benne a vágy, hogy lépjek tovább Isten megismerésében, akkor szükségszerűen plafonizálódott volna az ő hite, szükségszerűen eljutott volna egy olyan szintre, ami után nincs tovább neki, mert hogyha nem lett volna benne az a vágy, hogy jobban megismerje Isten, akkor Isten nem vitte volna őt tovább a szolgálatban, ahol még többet tudott volna megismerni belőle de a végén azt látjuk, hogy Apollós akarta megismerni az Urat, akart szintet lépni, és ezt a vágyat keresi az Úr minden egyes tanítványnak a szívében. A tiédben is ezt a vágyat keresi. akarad őt jobban megismerni? Akarsz-e magasabb szintre lépni? És ha igen, akkor Isten visz tovább, beállít újabb és újabb szolgálatokba, ahol egyre jobban és jobban megismered őt. Erről beszélt most Magdika. Olyan tapasztalatai vannak Magdikának a Campus Fesztiválon történt evangelizáció óta, amik a hitét így dobják meg, az Isten ismeretét. Mert beállt az Isten munkájába. Közvetlen közelről tapasztalja Isten munkáját. Apollóssal pont ugyanezt történt. Négy dolgot szeretnék bemutatni Apollósról ezen a mai délelőttön, ami mindannyiunk számára érvényes, és egyúttal kihívást is állít elénk ezen a négy területen, amin négy területen Apollós kiválóan működött, és szuper vágyak voltak a szívében. Tehát ezekről lesz ma délelőtt szó. Apollós figyelte Isten munkáját, és nem akart lemaradni róla. Figyelte, hogy mi zajlik a környezetében, hogyan dolgozik Isten, és nem akart lemaradni róla. Aztán lelkesedett az igéért, és meg akarta érteni az Isten igéjét. Aztán harmadszorra kész volt tanulni, hogy szintet léphessen Isten megismerésében. És kész volt erre a szintlépésre. És végül negyedszerre ez a tanítványi életnek a negyedik lépése, tovább akarta adni azt, amit megtanult. Tovább akarta adni. Nem akarta megtartani magának. Azt olvastuk, hogy Efezusba érkezett egy Apollós nevű, alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Hát Lukács itt halmozza számunkra a jelzőket, és mindegyik egyaránt fontos, mert mindegyik Apolósnak a személyiségéhez enged közel bennünket. Egy zsidó férfiről van szó, aki nem Júdeában él, hanem Alexandriából származik. A római birodalomnak a második legnagyobb városa Róma után ekkor Alexandria volt a legnépesebb számú zsidó diaszpórai közösséggel. Rendkívül nagy formátumú zsidó filozófusok származtak az alexandriai zsidó közösségből. Alexandriának volt az a híres könyvtára, az ókori világnak a leghíresebb könyvtára, ami sajnos leégett, ki tudja, hogy mennyi és milyen tudás veszett akkor oda. Ez az ember tehát az ókori világnak az egyik kulturális központjában szocializálódott. az ókori zsidó filozófiának a fellegvárában. Nem is csoda tehát, hogyha ékesen szóló ember volt. Alexandria az ókori világnak a Cambridge-e volt, vagy Oxfordja. Hogyha valaki ma arra gondol, hogy hol van magas tudományosság, akkor valószínűleg valamelyik angliai vagy észak-amerikai egyetemet fogja mondani. Alexandria az ókorban ez volt. Az ókori Cambridge, Oxford vagy Yale egyetem. És Apollós itt szocializálódott egy ilyen környezetben. Rendkívül érdekes, társadalmi és családi helyzetből származhatott, mert hogy az írásokban jártas ember volt, ez arra engedt következtetni, hogy a szülei hithű-ortodox zsidók voltak. Ennek ellenére mégsem valamilyen héber nevet választottak a gyermeküknek az identitásukat erősítve, hanem egy maximálisan görög nevet, egy görög Istennek a nevét, Apolló Istennek a nevét, tehát kulturálisan nagyon beágyazottak lehettek ott az ókori világ szellemi fellegvárában, ugyanakkor hithű ortodox zsidók. Micsoda masszív háttér, ahonnan ez az Apollós nevű ember érkezik, igaz? Apollós egy lelkes, friss tanítvány volt, ugyanakkor tapasztalatlan is. Ambíciózus, de még tapasztalatlan. Viszont azt látjuk, hogy kész volt tanulni. Ideális, formálható ember Isten kezében. Na nézzük akkor tehát ezt a négy tulajdonságát. Apollós, tehát, Figyelte Isten munkáját, és nem akart lemaradni róla. Miért mondom ezt? Azért, mert ezt olvastuk a 25. versben. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Na most. János keresztsége és Jézus keresztsége ebben az esetben nem csupán a vízkeresség és a Jézusi, vagy mondjuk is Szentlélek keresztség közötti különbséget mutatja itt. Hanem arról van szó, hogy Apollós a hitének azon a szintjén, ahol állt, azt mondhatjuk, hogy a keresztelő János tanítványainak a szintjén állt. Az ő teológiai tanításukat és látásukat ismerte és képviselte. Meddig tartott keresztelő János tanítása Jézusról? Odáig, hogy Jézus az eljövendő Krisztus, aki el is jött, hiszen íme az Isten báránya, itt megy el előttetek, aki elveszi a világ bűnét. Tehát Jézus a Krisztus. Ez benne volt keresztelő János tanításában. Miről szólt még János tanítása? Arról, hogy térjetek vissza az Istenhez, Isten, drága népe! Gyertek, keresztelkedjetek meg, merítkezzetek be, mutassátok be így is, hogy ti komolyan veszitek az isteneteket, Izrael fiai! János a megtérést hirdette, és azt hirdette, hogy Jézus a Krisztus. És ezzel vége János tanításának. Hiszen Jézus tanításait már Jézus mondta el, amikor Lukács így fogalmaz, hogy Apollós csak János keresztségét ismerte. Ez azt jelenti, hogy keresztelő János tanítványainak a hitbeli szintjén járt Apollós. Nem ismerte Jézus saját tanításait. Nem ismerte Jézus tanítását bűnbocsánatról, kegyelemről, nem ismerte Jézus tanítását bemerítkezésről, hogy mit jelent az, hogy az ő követőivé válunk, és nem ismerte Jézus tanítását feltámadásról és örök életről. Nem ismerte Jézus tanítását a nagy misszió parancsról például. Itt van egy ember, aki ismeri János keresztségét, Jánosnak a tanítását, a Jánosi tanítványok útját. Figyeli Isten munkáját, és nem akar lemaradni róla. Mert amikor tanítást kap Jézusról, azt is fogadja, de nem ismeri még ezt a tanítást kifejlett állapotában. Nyilvánvalóan nem tud erről beszélni. De az első dolog, amire Apollós személyével kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet, az az, hogy Apollós egy olyan ember, aki figyeli a környezetében, hogy hogy munkálkodik az Úr, és mindig ott akar lenni, ahol az Úr éppen aktuálisan munkálkodik. Mert nem minden ortodox zsidó férfi ment ki Jánoshoz a pusztába, hogy tanuljon tőle. Nem mindannyian ismerték fel, hogy Istennek egy profétája János, akin keresztül új utat akar mutatni nekik egyenesen a messiásig. Nem minden zsidó férfi ismerte ezt fel, de Apollós még ott Alexandriában is azt figyelte, hogy hogyan mozog az Úr lelke. Mit akar velünk az Úr, mint zsidókkal? Merre akar vinni bennünket az Úr? Hol dolgozik? És amikor meghallja, hogy itt van János, aki a pusztában keresztel, és Isten valami új dolgot akar cselekedni rajta keresztül, akkor ő figyel Isten lelkére, és ott van, és nem akar lemaradni róla. Amikor hallja azt, hogy Jézus a messiás, és rááll erre, akkor nem ugrik el előle, hanem azt mondja, hogy mit tanultam Jánostól? Merre mozog tovább az Úr lelke? Hogyan munkálkodik a mi Istenünk? Én arra akarok menni, én ott akarok lenni. Óriási, fantasztikus tulajdonság. Ez mindannyiunk számára követendő példa. Figyeld, hogy hogyan mozog az Úr a környezetünkben. Figyeld, hogy mit tesz az Úr itt a mi gyülekezetünkben. Isten megismerésének a belépő szintje az, hogy elfogadod, hogy Jézus Krisztus a te megváltód is. Ez a földszint. Mindannyian innen indulunk. Tele a szívünk hálával. Jaj, de jó, hogy megtérhettünk. Átéljük a bűnbocsánatnak az érzését. Szeret bennünket az élő Isten, és nem halunk meg. Igaz? De mi van ez után? Mi van ez után az életedben? Isten nem arra hívott el, hogy ezzel a kellemes érzéssel a szívedben ücsörög életet hátra lévő részében. Nem arra hívott el, hogy örülj annak, hogy megváltott vagy, és pont. Hanem arra hívott el, hogy menj tovább. Menj tovább az ő megismerésében, és Apolós egy ilyen ember volt. Oké, értem, itt vagyok ezen a szinten. Ismerlek téged, uram. Nézem, hogy hogyan mozog a te lelked. Mi az a munka, amit te végzel? Figyeled, hogy Isten milyen munkát végez itt a gyülekezetünkben? Figyeled, hogy Isten merre viszi a gyülekezetünket? Ami az ő királyságának az egyik helyi megvalósulása? Imádkozol érte, hogy hol van ebben a te helyed? Imádkozol azért, hogy lásd, hogy hol tudsz bekapcsolódni ebbe? Hogy merre akar Isten tovább vinni téged, hogy még jobban megismerd őt? Figyeld Apolósnak az életét, és lebegjen ez a szemed előtt, mert ő figyelte Isten munkáját, és nem akart lemaradni róla. Ott akart lenni mindig, ahol Isten lelkem mozog. És ez nagyon fontos. Ugye ti is olyanok akartok lenni, akik ott akarnak lenni, ahol Isten lelkem mozog. Hát ott van az élet, ahol Isten lelke van. Ott van Isten munkája, ahol Isten lelke ma van, ahova kiárasztja Isten. Számomra az a legizgalmasabb dolog, hogy a gyülekezetünket hogyan vezeti az Úr. Határozott lépésekben, egyiket a másik után, és hogyha jól figyelünk rá, akkor mindig ott tudunk lenni, ahol az ő lelke van és mozog. És Apollós egy ilyen ember volt. Második. Apollós lelkesedett az igéért, és meg akarta azt érteni. Mind a kettő nagyon fontos. Őt lelkesítette az Isten igéje. És tett is azért, hogy megértse azt, amit olvas. Azt olvastuk, hogy buzgó lélekkel hirdette és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket. Az írásokban pedig jártas ember volt. Az írásokban jártasságra úgy lehet szert tenni, hogyha olvasod az írásokat. Máshogy nem megy. Az írásokban jártasnak lenni az azt jelenti, hogy te a Bibliának a lapjain, a Biblia történetei között az Isten munkájáról szóló bizonságok között te otthonosan jársz, kellsz. Ez jelenti jártasnak lenni. Hogyha azt mondjuk itt a gyülekezetben, hogy Gedeon, tudod, hogy kiről van szó. Ha azt mondjuk, hogy Dávid, tudod, hogy kiről van szó. Ha azt mondjuk, hogy Absolon, tudod, kiről van szó. Ha azt mondjuk, hogy Ketúrá, tudod, tudod kiről van szó. Na, házi feladat otthon utána nézni, hogy ki volt kettőre. Apollós, az írásokban jártas ember volt, otthonosan mozgott, Isten kijelentésében. Ismerte azt. És nem csupán ismerte, hanem lelkesedett érte, buzgó lélekkel hirdette az igét. Azt mondta, hogy számomra ez a legjobb dolog. Hogy hirdessem mindazt, amit megtanultam, hogy átadjam az embereknek azt, amiről, amit megtanultam. Lelkesítette őt az Ige. Testvéreim, annyira szeretném, hogyha ránk ez így jellemző lenne. Annyira szeretném, hogyha gyülekezeti szinten igaz lehetne ránk, hogy, hogy az Isten igéje az lelkesít bennünket. Hogy Isten igéjét azt nem úgy veszed kézbe, reggelente, már megint olvasni kell, mert valamiért ezt mondják, hogy a keresztényeknek olvasni kell az igét. Nem úgy kapcsolod be a telefonodat reggel az ágyadban, hogy benyomod, majd kisüti a szemedet a sötétben a képernyővilágítás, és azt mondod, hogy ó, inkább tegyük le. Hanem hogyha úgy olvasnád, azzal az igényel olvasnád Isten igéjét, hogy az lelkesít téged, hogy ma is többet megismerhetek Istenből, hogy ma is közelebb kerülhetek hozzá, hogy megint egy páratlanul nagyszerű alkalom, amikor a lényegről tanulhatok, olvashatok, amikor közel kerülhetek az én uramhoz, teremtőmhöz, királyomhoz, barátomhoz, hogy megint jobban megérthetem őt, hogy megint egy kiváltságos pillanat, amikor a saját mély meggyőződéseim, a munkahelyi kollégáimnak a gondolatai, a családomból örökölt igazságok helyett megtölthetem a szívemet Isten igazságaival. Hogy ki vagyok én, hogy mi az életem célja, hogy hová tartok, hogy mit tanítsak a gyerekemnek. Hogy erről azt tanulhatom ma is, hogy Isten hogyan gondolkodik. Na hát Apollós egy ilyen ember volt. Lelkesítette Isten igéje. Lelkesítette őt. És meg akarta érteni. Megérteni Isten igéjét nem mindig egyszerű. Ez az igazság. De ha nem teszünk érte erőfeszítéseket, akkor nem is fogjuk megérteni. Apollós egy olyan ember volt, aki azt mondta, hogy én erőfeszítéseket teszek, meg akarom érteni. Ha látom azt, mert figyelem, hogy Isten hol munkálkodik és hogyan munkálkodik, látom azt, hogy János az Istentől küldött próféta, hallgatni akarom őt és hallani akarom őt. És értem, hogy mit üzen rajta keresztül Isten. Meg akarom érteni, összevetem az írásokkal, tényleg igaz az, amiről János beszél. János tényleg az úr profétája. Kiről beszél? János. Jézusról beszél. Nézzük, mit mond az ige Jézusról. Igaz-e, amit János Jézusról hirdet? És mire jutott Apollós? Arra jutott, hogy igaz, hogy tényleg Jézus a messiás. És elkezdi hirdetni, hogy Jézus a messiás. Nem tud még sok mindent Jézusról, már mindjárt mondom, hogy miért nem. De figyelitek, mit olvasunk? Azt mondja, hogy helyesen tanította a Jézusról szóló igéket. Na, ez a másik dolog, ami miatt biztosak lehetünk abban, hogy nem Jézus tanítását ismerte, hanem a Jézusról szóló ószövetségi proféciákat. De ezeket nagyon értette. Annyira értette, hogy szembe mert szállni a zsinagógai zsidósággal, hogy bizonyítsa az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Mert jártas volt az igében, és mert lelkesedett Isten igéért. Meg akarta érteni, és Isten ki is nyilatkoztatta neki magát. Harmadszorra. Kész volt tanulni és szintet lépni Isten megismerésében. És akkor most vessük össze Apollósnak a hátterét a szívével. Ha megjelenne itt ma Apollós, akkor valószínűleg úgy mutatnám be nektek, hogy szeretettel üdvözöljük körünkben professzor, doktor, Apollos de alexandrianus a Cambridgei Egyetem teológia professzorának, doktori iskolájának vezetőjét és tanszék vezető egyetemi tanárát. <laughs> Valami ilyesmi lehetne Apollos. És akkor tudjátok, ezeknek a címeknek a hallatán az ember úgy megy össze, és azt mondja, Ehelyett Apollós szívében mi volt? Az volt, hogy oké, okay, én tényleg sokat tanultam. Jártas vagyok az írásokban. Ékesen szóló vagyok. Hát ezt tudja magáról egy ember, hogyha tud beszélni. Ő tudott. De mi van a szívében? Az, hogy amikor Efezusba érkezett, 24. Vers bocsánat, nem, 26. vers, amikor meghallgatta őt Akvila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. És Apollós erre nem úgy válaszolt, hogy hagyjatok békén, én professzor, doktor vagyok, hanem úgy reagált rá, hogy kész a szívem tanulni, mert most, hogy Akvila és Priscilla beszél nekem Jézusról, és már nem csupán a Jézus eljöveteléről szóló ószövetségi proféciákat hallom, hanem Jézus tanítását, figyelem az úrútját, figyelem, hogy merre mozog Isten lelke, erre mozog. Ezeknél az embereknél van az Isten megismerésének a következő szintjének a kulcsa, és én oda akarok eljutni. Most már nem csak az ószövetségi Jézust akarom ismerni, a róla szóló proféciákat, hanem őt magát. És hogyha ennek a kulcsa Akvilánál és Priscilánál van, kétkezi, sátorkészítő embereknél, akkor én, Apollós professzor, doktor, hajlandó vagyok tőlük tanulni. Micsoda szív ez! Micsoda alázat ez! Azt mondja, hogy bárkitől, de én kész vagyok tanulni, én tovább akarok menni Isten megismerésében. Akarok tanulni az Isten embereitől, azoktól, akiknél ott van a kijelentés, akik, akik jobban ismerik Istent, mint én, mert már szintet léptek ebben, mert tovább haladtak. Én azoktól tanulni akarok. Akvila és Priscilla pedig nagyon tisztelettudóan, nagyon figyelmesen az efezusi gyülekezet alapítóiról van szó, ugye, múltkor említettem. Az ő házuknál gyűlik össze az efezusi friss mini gyülekezet, de ugye azt látjuk, hogy ezzel párhuzamosan még eljárnak szombatonként a zsinagógai imára. És nem azt mondják Apollósnak, hogy na gyere le onnan, a Tóra olvasó állvány mellől, mert nem helyesen magyarázod a Jézusról szóló igéket, mert már ennél van több. Hanem meghallgatják, figyelik, azt mondják, hogy hű, ez nagyon ambíciózus egy tanítvány. Megjelent még nem is ismeri annyira Jézust, mint mi, de már vitázik a zsidókkal. Isten dolgozik benne, mi pedig szeretnénk őt megtanítani. Elhívják magukhoz, és még alaposabban megmagyarázzák neki az Úr útját. A Filippi Levél harmadik fejezetének 15-16. versében ezt olvassuk. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És ha valamit másképpen gondoltok, azt is kinyilatkoztatja majd Isten nektek. De amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk. Vagy egy régebbi, az eredeti szövegben közelebb álló fordítás szerint, amire eljutottunk, a szerint járjunk. Ez egy nagyon fontos tanítványi magatartás. Pálapostól rendkívül élesen rávilágít arra, hogy hogyan kell tanítványként gondolkodnunk Isten megismeréséről. Ismertem egy tanítványt. 2003-ban a Hegyalja Fesztiválon itt nem messze, Tokajban. 2003-ban a Campus Fesztiválhoz hasonló Heavy Metal Fesztiválon ennek a tanítványnak egy üzenete volt a fesztiválon résztvevők számára. Az Isten létezik, és lehet vele találkozni. És ez a tanítvány mindenkinek ezt az igazságot mondta. Éjjel-nappal, bárkinek, aki bejött a sátorba, ennyit tudott mondani. Isten létezik, és lehet vele találkozni. Ezt a tanítványt úgy hívták, hogy Pafkó Tamás. 2003-ban, áprilisában, 2003 áprilisában átadtam az életemet az Úrnak. Volt egy rendkívül erőteljes Isten élményem, ahol megértettem azt, hogy Isten létezik, lehet vele találkozni, és lehet vele beszélgetni. És én ebben lubickoltam hogy lehet beszélgetni az Istennel, és mindent elmondhatok neki, és én mondtam is. És amikor 2003. júliusában a Székesfehérvári gyülekezet ifi vezetője azt mondta, hogy lehet menni a hegyalja fesztiválra evangelizálni a fiatalok között, akkor azt mondtam, hogy nekem ott a helyem. Én ezt mindenkinek el akarom mondani. Szerintetek tudtam azt már akkor kifejletten, hogy kicsoda az a Jézus Krisztus? El tudtam volna mondani nekik, hogy mit tett ő, mit tanít ő, a teológiai mély igazságokat? Nem tudtam semmit. Sőt, tudjátok, az az igazság, hogy még azt sem értettem pontosan, hogy hogy van ez, hogy Isten, meg Jézus, meg Szentlélek. De egy dolgot tudtam, hogy Isten létezik, és lehet vele találkozni. Na hát erre mondja Pál Apostol azt, hogy amire eljutottunk, abban bátran mozogjunk. Otthonosan, amennyit megértettél Istenből, annyi üzeneted neked már van, azt már tovább tudod adni, azért már felelős is vagy, amit most megértettél Istenből, amit eddig tudsz Istenből, azért felelős vagy, azt már tovább tudod adni, az már a tied. És aztán amit még nem értesz, vagy amiben esetleg még másképpen gondolkodsz, azt meg kijelenti neked Isten, mert Isten akar tovább vinni az ő megismerésében. De amire eljutottál, ahhoz ragaszkodj. Az a tied, és az tovább adható mindenki számára. Nem kell félned attól, hogy olyat kérdeznek, amire nem tudsz válaszolni. Hát, úton vagy. Mindannyian úton vagyunk. Mindannyian tanulunk folyamatosan az Úrról. De nézzétek, mit csinált Apollós. Ezért mondtam az elején, hogy ambíciózus volt nagyon. Megértett valamit Istenből, és ő megy, és azzal missziózik. Ki küldte Apollóst Efezusba? Nem tudjuk. Ment oda. Lelkes volt, ambíciózus, de tapasztalatlan. Már húsz éve dolgoznak az apostolok a misszióban. Már sok-sok gyülekezet létezik. Húsz éves gyülekezetek is létezhetnek. Apollós mégsem az efezusi keresztényeket keresi. Nem az az első gondolat, hogy hol lehetnek az efezusi tanítványok. Mert a hitten még nincs azon a szinten. Megy a zsinagógába. Nem, nem azt kérdezi, hogy hol vannak efezusban a házi gyülekezetek, vagy a házi gyülekezet. Hát ma, hogyha elmegy valaki missziózni, az az első, hogy felkeresi a helyi gyülekezetet. Legyünk jóban velük, úgy csináljuk a missziót, hogy a helyi gyülekezettel koprodukáljunk. Apollós missziózik teljes erőből. Nagyon rövid ideig, párhuzamosan az efezusi tanítványokkal. Aztán pedig csatlakozik hozzájuk. Mert kész volt tanulni, Istenről, és szintet lépni Isten megismerésében. Ez az, amiről Jézus a mustármak példázatában beszél. Azt mondja, hogy kezdetben, amikor elvetik a földbe, minden magnál kisebbnek tűnik. Találkozol Isten országának az örömüzenetével, és azt mondod, hogy hát próbáljuk meg, hát ha ez is működőképes. És ahogy elkezd nőni az életedben, egyszer csak azt látod, hogy ez mindennél fontosabb. Fává lesz. A Biblia, amikor növekedésről beszél, lelki növekedésről, akkor rendszerint a növények növekedésével kapcsolatos párhuzamot hoz. Nagyon ritkán, elvétve használ a Biblia más metaforát, képet a lelki növekedésre. A leggyakrabban növények növekedését hozza. És tudjátok miért? Azért, mert a növények életük végéig növekednek. Te meg én nem. Mi egy idő után összemegyünk. A növények nem. A növények életük végéig növekednek. Pálapostól egyszer használ építészeti metaforát. Miért? Hát azért, mert az épületet felépítetted, kész. Ott a teteje, annál soha nem lesz magasabb. De a növény az az élete végéig nő. Na, Apollósnak a szívében ez volt akarok nőni tovább és tovább. Amire eljutottál, járj a szerint, és figyeld Isten munkáját, figyeld, hogy mit akar neked még tanítani. És végül, negyedszerre, Apollós tovább akarta adni mindazt, amit megtanult. tanítványi életnek ez egy megkerülhetetlen velejárója. Az egyik legfontosabb tulajdonság, hogy késze a szíved arra, hogy tovább add azt, amit te már megértettél Istenből. Mindenkinek ide kell eljutni. Minden tanítvány számára ez a cél. Add tovább azt, amire eljutottál. Másképpen mi történik a fán megéred gyümölcse? ha senkit nem hívsz meg, hogy gyere szakíts le, megrohad rajta. Képzeljetek el magatok elé, képzeljetek el egy olyan gyülekezetet, ahol a jelen lévő tanítványokban nincs meg ez a vágy, hogy továbbadják. Az egy olyan gyümölcsös kerthez hasonlítható, ami tele van gyönyörű fákkal, ezek teremnek is, aztán ott szépen megrohad rajtuk a gyümölcs. Aztán meg lepotyog a gyümölcs, ami megrohat. De hát nem jár arra senki, mert nincs készség a tanítványi szívekben, hogy továbbadják. Milyen szag van egy ilyen gyümölcsös kertben egy idő után? Jó vastag cefreszag, igaz? Mennyire <laughs> vonzó egy olyan gyümölcsös kert, ahol olyan tanítványok vannak, akik nem akarják továbbadni. Nincs ez a készség a szívükben. Megértenek valamit Istenből, ott vannak ezek a gyümölcsök, kezdetben még lehet, hogy nagyobbak, aztán egyre kisebbek, sajtnyábbak, lepotyognak, megbüdösödik az egész kert. Na, ugye nem ez a mi gyülekezetünknek a képe, ugye? Ti se azt szeretnétek, hogy a Trinity ilyen gyülekezet legyen hanem olyan gyülekezet, ahova az égi gérű fák árnyékába jönnek az égi madarak megpihenni, jönnek az emberek a mi gyümölcsös kertünkbe megpihenni, gyümölcsöt szedni, és rengeteg ember van ott, mert mindenki azt érzi, hogy itt olyan van, ami nekem kell, hogy ebbe a gyümölcsös kertbe én el akarok jönni, de akkor rakásig szedem a kosaramat. Na ehhez olyan tanítványok kellenek, akik készek továbbadni mindazt, amit megértettek. Bizonyára ti is tapasztaltátok már, hogy akkor válik egy igazság igazán a tiedé, hogyha úgy meg tudod fogalmazni, hogy azt át is tudod adni másoknak. Ezért igaz az, hogy a, aki, aki tanít, azt tanul a legtöbbet. Na nézzétek! Miért tudott Apollós hitelesen beszélni? Miért tudott Apollós olyan erővel tanítani, hogy nem csak Lukács jegyzi meg, hogy egy ékesen szóló ember volt, hanem a korintusi gyülekezetben, ahova Efezus után ment, egyenesen majdnem megoszlás támasztott az ő személye. Pálapostól megalapítja a korintusi gyülekezetet. Ezt követően megérkezik oda Apollós. És Pál Apostolnak a két korintusi levelében már arról kell írnia, hogy barátaim, ne legyenek közöttetek szakadások, mert nem az az érdekes, hogy te Pál által lettél hívővé, te meg Apólós által, mert az egyik ültet, a másik öntöz, de a növekedést adó Isten az, aki számít. Na ekkora formátumú emberén nőtte ki magát Apólós, egy vérbeli tanítóvá, mert kész volt a szíve arra, hogy átadja mindazt, amit tanult. És ezt ő is megfogalmazza egy levelében. A zsidókhoz írt levélnek hagyományosan nincsen szerzője. Nem azt olvassuk, hogy apollós levele a zsidókhoz. De mégis a teológiai hagyomány és tudomány úgy tartja, hogy ennek a levélnek a legnagyobb valószínűséggel Apollós a szerzője. Erre két érv is elég erős bizonyítékként szolgál. Az egyik, hogy a zsidókhoz írt levélnek a nyelvezete, az egy rendkívül ékesen szóló nyelvezet, tehát könnyen lehet, hogy Apollós írta. A másik pedig, hogy itt is kétszer is olvassuk, hogy a zsidókkal szállt szembe Apollós. Először ugye arról olvasunk, hogy vitázott a zsidókkal a zsinagógában, utána meg arról, hogy erélyesen cáfolta a zsidókat. És bizonyította nekik az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus, miután tanítást kapott Akvilától és Priscilától. Úgyhogy a zsidókhoz írt levelet, hogyha olvassátok, akkor azt valószínűleg Apollós szerezte és az 5. fejezet 12. részében Apollós ezt írja ennek a gyülekezetnek, illetve ennek a körnek, a zsidókhoz írt levél olvasóinak. Mert mostanra már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy Isten beszédeinek alapelemeire tanítsanak titeket. Hát aki ilyet ír, az vagy rendkívül nagy képű, mert tudja magáról, hogy én még kicsi vagyok a hitben, de azért nektek már tanítóknak kellene lennetek, akkor ez képmutató, meg gőgös is, meg hazug. Vagy, ami a valóság, ami igaz apólósra, hogy mivel ő állandóan diktálta magának a további fejlődést, ezért mindig azt mondta, hogy hát Isten országában van még több, Hát én tudom, tapasztalatból tudom, hogy van még több, van hova fejlődni, és amikor levelet írt azoknak, akiket szeretett, és bizonyítani akarta nekik az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus, akkor azt mondja nekik nagyon finoman, szelíden, pásztori szívvel, hogy figyeljetek, ti már annyi mindent tudtok Krisztusról, hogy tanítóknak kellene lennetek, de Mégis olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem keményen erre. Tudjátok mi ez? Nem írja így le Apollós, de mi ez valójában? Visszafejlődés. Visszafejlődés. És Apollós azt mondja, hogy barátai, ne fejlődjünk már vissza. Hallgatjátok az igét, mondja Apollós, és mondom én. Olvassátok az igét, mondja a pólós, és mondom én. Benne van a szívedben a vágy, hogy Uram, adj magadból többet, mint ahogy énekeltük is. Ezt imádkoztuk. És van benned vágy, hogy tovább ad mindazt, amit megtanultál. Ennyi idő után már tanítóknak kellene lennetek, képesnek kellene lennetek arra, hogy továbbadjátok mindazt, amit megtanultatok. Van-e vágy erre a szívedben? Figyeld Isten munkáját. Hol mozog Isten lelke, és te akarj ott lenni, ne akarj lemaradni róla. Lelkesedj az igéért. Hagyd, hogy Isten igéje fellelkesítse a szívedet, hogy van még több. Légy kész tanulni. Oda magadat. Említettem már, és újra is említeni fogom, mert szeretnénk ebben is járni, Hogy a vezetőség és a házi csoportvezetők elkötelezték magukat az önképzésre, a továbbfejlődésre, hogy még jobban megismerjük Istent. És ezért be fogunk iratkozni iskolába, a TCM-be. És képezni fogjuk magunkat, hogy jobban megismerjük az Urat. És végül szolgálj mindazzal, amit megtanultál. Add tovább mindazt, amit megtanultál. Mert az, ami nálad van, valakinek kell. És ahol te vagy, Isten ott akar használni mindazzal, amit te már megtanultál. Ámen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. szerető és való mennyei atyánk. Az első dolog, amit szeretnénk ezen a vasárnapon is megvallani előtted, hogy szeretünk téged, és hozzá tartozunk. Urunk, te vagy a legfontosabb dolog az életünkben. Köszönjük a te igédet, amely lélek és élet. És köszönjük Apólóst, ami testvérünket, aki példa lehet a számunkra. Urunk, ahogy az énekekben is imádkoztunk. Az a vágyunk, hogy több erőt, több szeretetet, többet tapasztaljunk belőled minden nap. Az, ami vágyunk, hogy ott legyünk, a te sátradban, a te templomod ajtajában, mert jobb ezer nap a te jobb, jobb egy nap a te jelenlétedben, mint ezer nap bárhol máshol itt ezen a világon. Urunk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy lássuk, hogy te hol munkálkodsz, mert mi ott szeretnénk lenni adj nekünk vágyat, lelkesedést a te igéd iránt. Tedd készzi a szívünket, hogy készek legyünk tanulni, Urunk. És add belénk, kérünk azt a vágyat, hogy akarjuk továbbadni mindazt, amit megértettünk belőled. Add könyörgünk, hogy a Trinity olyan gyümölcsös kert legyen, ahová rengetegen érkeznek, hogy megismerjenek téged. Hogy rólunk, akik a te gyümölcsös kertedben, a te udvaraidban növekszünk, gyümölcsöt tudjanak szedni, hogy még jobban megismerjenek téged, hogy még jobban megértsék Úr Jézus a te halálodat és feltámadásodat. Így hallgass meg bennünket, kérünk Jézusért. Amen.